Mohali Nagy László a magyar modern művészet legikonikusabb alkotója volt. Figyelemre méltó életművet hagyott hátra mind az iparművészet, mind a festészet, mind a fotográfia területén. Így nem meglepő, hogy a nemzetközi műkincspiacon is rekorder lett. Telefonkép című 1923-ban készített geometrikus festménye a Sotheby's New York-i árverésén 6 millió dollárért kelt el 2016-ban. Azóta is ez a legmagasabb leütés, melyet magyar művész alkotásáért valaha fizettek. A magyarországi aukciós házak árverésein Csontváry Kosztka Tivadar Traui tájkép naplemente idején című festménye a jelenlegi csúcstartó. A több mint 100 évig elveszettnek hitt kisméretű festményt 80 millió forintos áron kínálta eladásra a Budapesti Virág Judit Galéria 2012-ben. Végül egy telefonos licitáló kaparintotta meg a műkincset, potom 240 millió forintért. A nők mezőnyében Dénes Valéria érdemelte ki az aranyérmet. A 38 évesen elhunyt festőnő életművéből alig több mint egy tucat festményt ismerhetünk. A Brüzs városát ábrázoló monumentális kubista alkotás 110 millió forintért kelt el idén tavasszal egy árverésen. Ezzel Dénes Valéria lett az első női festő, akinek alkotása több mint 100 millió forintért kelt el. Világviszonylatban az abszolút rekorder ki más is lehetne, mint a reneszánsz polihisztor, Leonardo da Vinci. Leonardót a valahaért legnagyobb művészek egyikeként tartjuk számon, és műveinek értékét csak tovább növeli, hogy kevesebb, mint 20 festmény maradt fent tőle. Ezek közül pedig mindössze egyetlen van magánkézben, a Salvator Mundit ábrázoló kép, mely 2017-ben 450 millió dollárért, azaz nagyjából 120 milliárd forintért talált gazdára a Christie's aukcióján. Azóta is ez minden idők legdrágább festménye. Hogy milyen rekordok születnek itthon és külföldön, erről beszélgetek Kellen Anna művészettörténésszel, a Virág Judit Galéria munkatársával. Szia! Szia, Anna! Na, hát ugye hihetetlen ez az összeg, 91,1 millió dollár. Igazából bele se tudok gondolni, hogy ez forintra átültetve mennyi. Ez hogyan lehetséges, hogy egy mű ennyiért talál gazdára, és ráadásul egy kortárs mű? Igen, Jeff Koons, ő az egyik legismertebb, legnépszerűbb amerikai kortárs művész, ő szobrász főként, és ő tulajdonképpen egész életében ilyen hasonló típusú műveket alkotott, tehát teljesen banális hétköznapi tárgyakból indul ki, például egy játéknyusziból, amit most láthatunk erre a példát, vagy például egy lufi kutyából, vagy például rajzfilmfigurákból, mint mondjuk Popeye vagy Csőrike, és akkor ezekből indul ki, és készít ilyen gyakran monumentális méretű szobrokat, amelyek acélból készülnek általában, és egy tükörsima felületük van, ezt a nyúlnál is láthatjuk, és hát ezt a monumentálisat, ezt szó szerint értsed, mert mondjuk itt a Christie's árverésen ez a nyúl, ez egy méteres volt, de vannak olyan szobrai is, amik mondjuk 30 vagy akár 40 méter magasak is, tehát elképesztő tér kell egy ilyen műhöz. Hát ugye a legtöbb művész, ugye szokás mondani, hogy inkább a halála után ismeri el az utókor, és akkor emelkedik meg a műveinek az ára. Mennyire rizikós egy kortárs műben, egy élő művész kortárs művébe, szobrába fektetni a pénzünket? Hát azt hiszem, hogy Jeff Koonsban semmiképpen sem rizikós. Nincs rizikó ma már, tehát hogy ez semmiképpen sem. Hát nyilván itt nagyon széles a skála, de hogy ennél a példánál maradjunk. Hát a Jeff Koons szerintem az, hogy mindemellett, hogy hihetetlen technikai virtuózitás is jellemzi, tehát ezt ne tagadjuk meg tőle, hogy ez fantasztikus ügyesség kell ehhez. Ő nagyon tudatosan és nagyon jól használta a médiát, már a 80-as évektől, a 90-es évektől, és egyébként napjainkig is, tehát neki van Facebook oldala, Instagram profilja, amit egyébként most végig pörgettem, és hát úgy számol be a mindennapjairól, mint bármelyik 20 éves topmodell, és például a Jay-Z-vel egy koncertjén, a Jay-Z egyik koncertjén is volt egy 40 méteres Jeff Koons lufi kutya, tehát hogy ő nagyon-nagyon tudatosan és nagyon jól építi a saját márkáját. De ez kell egy ilyen személyiség is, mondjuk szokták mondani, hogy sok tehetséges ember van, de ugye mondjuk az a hálózat, vagy az a kapcsolati rendszer, amiben működünk, sokszor az határozza meg, hogy ki lesz ugye befutott, vagy ki lesz híres és elismert, akkor jó az, hogyha mondjuk
mondjuk a kortárs művészeknek van, hogyha ők maguk mondjuk nem annyira exhibicionista típusúak, akkor mondjuk van egy menedzserük? Igen, azért Jeff Koonsnak is van egyébként egy menedzsere, tehát valahogy el kellett jutni erre a szintre. Hát egyébként ezeket a hatalmas objekteket, szobrokat, tehát nem saját kezüleg gyártja ma már, vagy nem egy maga gyártja ma már, van egy hatalmas nagy gyár a New Yorkban, közel 100 alkalmazottal. Egyébként az Andy Warholnak is volt, hogyha már itt a popkultúráról beszélünk, mert a Jeff Koons is alapvetően ezt az irányvonalat követi. Ugye most ezen az árverésen New Yorkban egy másik tárgy is kalapács alá került, ez egy festmény volt, ez ugyancsak 50 millió dollár körüli pénzen kelt el, de hát ugye ez is egy fontos kép, mert ez is egy kortárs alkotás, csak igen, ez nem egy élő alkotóé. Igen, ez egy Mark Rothko festmény volt. Egyébként egy korábbi aukción a Mark Rothkónak is megközelítette a 90 millió dollárt egy másik festménye, tehát ő is hasonló árkategóriában mozog, de való igaz, hogy őt inkább úgy nevezzük ma már, hogy mondjuk egy klasszikus kortárs, vagy háború utáni, tehát főleg a 60-as, 70-es évek művészet az, amit ismerünk tőle. Ő egyébként egy teljesen más, nem csak azért, mert festő volt, és a Jeff Koons meg szobrász, hanem a Rothko, ő egy nagyon spirituális alkotó volt, egy milyen vallásos alkotó volt, és ő sokkal inkább mondjuk az emberi érzelmek kifejezésére törekedett a festményein. A Jeff Koons viszont ezt sokszor, tehát mind a mellett, hogy milyen tudatosan használja a médiát, egyébként nagyon meghökkentő kijelentéseket is tesz. Mondott például ő olyat is, hogy egyáltalán ne keressünk iróniát az ő műveiben, az ő művei az, aminek látszik. És nem több. Viszont ugye a Virág Judit galériában ti szoktatok minden évben rendezni aukciókat. Hát itthon azt gondolom, hogy talán még a kortárs élő alkotóknak ilyen áron nem kelt el műve, se festménye, se szobra, se semmi. Viszont hogy mondjuk Munkácsi és Csontvári művei azért gazdára találtak nem kis összegekért nálatok. Így van, hát a magyar aukciós piacon a rekord, amit mi adtunk el egy Csontvári Koszka-Tivadar festmény, ez 240 millió forintért kelt el. Egyébként való igaz, tehát a magyar piac azért még nem egészen ott tart, mint a külföldi, de azért azt megjegyezném, hogy Nyugat-Európában is, meg Amerikában is azért a rekordot, azt egy Leonardo da Vinci alkotást tartja, 450 millió dollárért, ez egy kimondani is hihetetlen összeg, de valóban Magyarországon egyébként inkább ezek a klasszikusok, azok, akik 100 millió forint fölötti leütést tudhatnak magukének, de mert ez is megdőlni látszik, mert a legutóbbi aukciónkon például Dénes Valériának egy festménye, amely a 1910-es években készült, tehát már inkább a kubizmushoz köthető, tehát inkább már egy modern alkotás, a 110 millió forintért kelt el. Mennyire vagyunk ahhoz attól messze, hogy élő magyar kortárs alkotónak a festménye és kalapács alá kerüljön ilyen szép összegekért? Hát például Reigl Judit, ő az egyik legnevesebb, külföldön is legismertebb magyar festőnő, és neki itthon is festménye már 60 millió forint fölött kelt el aukción, és hát külföldön is már 200-300 ezer euróért kelnek el az alkotásai, úgyhogy abszolút közeledünk hozzá. És ha már a női alkotók, akkor most nemrégiben májusban volt a legutóbbi aukciótok, ott is volt, született egy rekord, és ráadásul egy női igen. Kép. Igen, ez volt a Dénes Valéria, ami 110 millió forintért kelt el, de ha már a festőnők, mivel meg kortárs festőnőkről tartunk, akkor azért mindenképpen említsük meg azt is, hogy Maurer Dórának kiállítása fog nyílni, aki egy kortárs élő festőnő, egy művésznő a londoni Tate Múzeumban augusztusban, ami hát egy nagyon nagy büszkeség. Anna, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is.